Meredeken emelkedik a napi új fertőzöttek és a kórházi kezelést igénylők száma Magyarországon. A központi operatív törzs legfrissebb tájékoztatása szerint országszerte jelenleg 43.600-an fertőzöttek, ami az egészségügyi ellátórendszerre is egyre nagyobb terhet ró. Éppen ezért a hétvégétől újabb 6 kórház fogadhat covidos betegeket. Ezeknek az intézményeknek az összes finanszírozott ágyszámuk 20%-ával kell felkészülniük a koronavírusos betegek ellátására. A Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház már hetek óta ilyen kiemelt járványkórházként üzemel, az eddigi 20%-os kapacitás helyett azonban október 30-ig 30%-ra kell emelni az ellátáshoz szükséges ágymennyiséget. Jelenleg országszerte 51 óvodában van érvényben rendkívüli szünet, az iskolákban pedig az őszi szünet idején fertőtlenítést végez a Magyar Honvédség. A kormány a járvány lassítása érdekében a maszkviselés szabályait is szigorította. Az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön lévő kötelező maszkhasználaton túl péntek óta bevezetésre került a sportrendezvényeken kötelező maszkhasználat is. A versenybírók, sportolók, edzők, mérkőzésvezetők kivételével mindenki számára kötelező a maszkviselés most már ezeken a helyeken is. Ugyancsak a gyűléseken, szabadtéri rendezvényeken is kötelező a maszkhasználat, mindösszesen csak a felszólaló veheti le a maszkot a felszólalás időtartamának idejére. Egyébként neki is hordania kell. Nem csak Magyarországon, a környező országokban is egyre súlyosabb a járványhelyzet. A szlovák kormány szombattól november 1-jéig kijárási tilalmat rendelt el. Ebben az időszakban az emberek kizárólag munkahelyükre mehetnek, és csak a lakóhelyükhöz legközelebb eső élelmiszerboltot és gyógyszertárat kereshetik fel, emellett a temetőket is tilos látogatni a hét folyamán. Szlovéniában is kijárási tilalom van érvényben, az oktatás pedig az alsóbb éves általános iskolások kivételével digitális formában működik. Ukrajnában is rohamosan növekszik a fertőzöttek száma, a kormány a 15.000-es napi küszöb átlépése esetén tervezi a tavaszihoz hasonló karanténszabályok bevezetését. Romániában napról napra 5.000 fő körüli új esetről számolnak be, a Magyarországról érkezők számára azonban továbbra sincs érvényben karanténkötelezettség.